Az Etol stadion gyepén tartotta az évnyitő ünnepségét a Fejér Miklós Labdarúgó Akadémia, ahol 5 osztályban közel 120 gimnazista kezdi meg tanulmányait. A megjelentek először a diákoktól hallhattak egy műsort, majd a Európa Együttes végső visszaszámlálás című zenéjére az iskolaigazgató lépett a mikrofonhoz. Története legsikeresebb évén van túl a Győri Etol FC utánpótlása, de a játékosok nem csak a labdarúgó pályán, hanem az iskolapadban is remekül teljesítettek, mondta Horváth Zsolt. A Fejér Miklós gimnázium végzősei közül ugyanis minden harmadik főiskolán vagy egyetemen folytatja tanulmányait, és az évfolyamok közül is volt olyan osztály, ahol minden második tanuló 4-esnél jobb átlagot ért el tavaly. Mindenre büszkék lehetünk, fogalmazott az igazgató, aki arra kérte a gyerekeket, hogy idén is egyformán koncentráljanak a sportra és a tanulásra egyaránt. Évek óta hagyomány az is, hogy a legjobban tanuló diákok közül köszöntenek valakit. Idén Alaszt is Marcel vehette át dr. Tóth Lajostól, az iskolát működtető alapítvány kuratóriumának elnökétől az ajándékkönyveket. Neki egyébként az ikertestvére, Benjamin is az iskola egyik legjobb tanulója.